Az intézkedés azokra a sofőrökre is vonatkozik majd, akik járművezetői vizsga nélkül vezetnek, valamint akik megtagadják az alkoholteszt elvégzését. Rébics hozzátette, a jövőben a szabálysértések felderítését videó ellenőrzéssel is fokozni szeretnék. A sofőröknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ha nem is állították meg őket a rendőrök, lakcímükre kaphatnak felszólítást arról, hogy tisztázzák, ki követte el az adott szabálysértést. Elmondta azt is, hogy az elmúlt 5 évben gondok merültek fel az ilyen esetekkel, ezért a törvénymódosítással ösztönözni szeretnék a jármű tulajdonosát, hogy mondja meg, ki vezette a járművet. Fehér László közlekedési mérnök szerint az ittas állapotban történő vezetését a jármű elkobzás nem gyakorlat a környező országokban, viszont a törvényjavaslat országunkban sem került még a parlamenti eljárásba. Maga a törvény tervezett vagy módosítás még nincs a parlamentáris procedúrában. A rendőrség lezárta közvitát az tavasszal, átutalt a kormány elé, és ott megrekedt ez a törvény. Tudtommal a mostan a mai pillanatban sincs már még a parlament előtt ez a törvénymódosítás. A Magyarországi Országos Balesetmegelőzési Bizottság adatai szerint Dániában 2014. július 1-től van hatályba az a törvény, amely szerint elveszik a járművet attól a sofőrtől, aki kábítószer hatása alatt van, továbbá akinek a véralkohol szintje eléri vagy meghaladja a 2000-et. Az elkobzott járművet árverésre bocsátják, az eladási érték pedig az államkasszába kerül. Más országokban is elkobozhatják a gépjárművet súlyos közlekedési szabálysegés elkövetése esetében. Így Franciaországban a megengedett sebességet jelentősen túllépők, Szlovéniában pedig a rendszeres gyorshajtók esetében kobozzák el a járművet.